A pécsi püspöki könyvtárat Klimó György pécsi püspök alapította 1774-ben. Megtalálhatóak voltak ott az akkor ismert összes tudományág alapvető kötetei. A teológia, az orvostudomány és a jogtudomány mellett a történelem és segédtudományai, a természettudományok, a nyelvészet, valamint az irodalomtudomány jelesei is. Amiért igazán nagy-nagy hálával emlékezünk rá, az a kultúra szervező tevékenysége, ami nem egy akció volt, hanem abból az alapvető meggyőződésből indult, hogy a keresztény hit kultúrát teremt, kultúrát épít, és mind saját, mind az egyházmegye vagyonát jelentős mértékben a kultúra építésére fordította. Kiemelt eredménye a könyvtár, ami nyilvános könyvtár, ahol különböző tudományágak kiemelkedő kutatási eredményeit gyűjtötte akkor össze. Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Klimó püspök azzal a szándékkal nyitotta ki a könyvtár ajtaját, hogy a Pécsi Egyetem újraindítását támogassa. A könyvtár közel 35 ezer kötetnyi könyvvel büszkélkedhet. A mai Pécsi Tudományegyetem arra a biztos intézményre épül, aminek alapjait Klimó György püspök tette le. Olyan kiemelkedő személyiség, aki nem csak ismételten meg akarta teremteni egy egyetemi lét körülményeit, hanem nagyon sokat tett érte. Nem csak azzal, hogy kinyitotta a könyvtárát 240 évvel ezelőtt, hanem azért a negyedszázados itt léte alatt 15 ezerrel gyarapította azt. Aztán ugye az uralkodóhoz írt levelében megpróbálta elindítani azt a folyamatot, hogy ismét legyen egyetem. A gyűjtemény 1923-ban került a Pécsre menekülő pozsonyi Királyi Erzsébet Tudományegyetem kezelésébe, gróf Zichy Gyula megyés püspök felajánlása révén. Így végre beteljesült Klimó püspök álma, egyetemi könyvtárrá lett gyűjteménye. A haszonkölcsönszerződés alapján a könyvtár a mindenkori megyés püspök tulajdona maradt, és az egyetem használati jogot kapott.